Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy ő visszahúzódó, vagy nem beszél érzelmekről. Mi várható a kommunikáció terén? Mi az ő szív üzenete? Mit közöl veled, és miről hallgat? Itt, ezen a helyen megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Ő úgy érzi, minden a feje tetejére állt. Néha azt gondolja, hogy elveszíti a talajt a lába alól. De ezt a képet meg lehet fordítani, és akkor látható itt a fejek körül a fény, hogy vannak jó ötletek, jó gondolatok, sőt, a lába megérinti a talajt. Valamit másképp kellene néznie, 180 fokot fordítani a dolgokon. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt el akarja foglalni a helyét az életben. A kezében tartja az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Ez utalhat a ti párkapcsolatotokra, de ő nem akar szolgálni téged, nem akar kedvedbe járni, hanem elvárja azt, hogy te dicsérd őt, hogy felnézz rá, úgy tekints rá, mint egy királyra. Megnézzük az ő érzelmeit. Hát tulajdonképpen nem érzi jól magát, akkor is, ha kifele úgy mutatja magabiztosan, és tehát, hogy magabiztos, megvan ez a büszke királyi tartása, de vannak nála álmatlan éjszakák, hiszen túl sokat töpreng. Mit fog közölni veled, mi a szándéka? Itt voltak a közel múltban problémák, nehézségek, kihívások, de ő győzött e felett. Védte magát, lezárja ezeket az eseményeket. Erről ő majd beszámol. És mi az, amit mondani akar, de nem mondja ki? Hogy megvan a bizalma, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban megvan írva. A csillagok szerencsét is hoznak, hogy lesz egy szerencsés fordulat, vagy jelentheti azt is, hogy ő nagyon boldog veled, de nem mondja ki. Hogy lát téged? Látja az erődet, az élet erődet, hogy minden helyzetben talpra esett vagy, be tudod bizonyítani magadat. Ez az erő jelenti a te belső erődet is, a hitedet, hogy te hiszel abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Mi fűz össze benneteket? A mágikus, hiszen megvan a varázslatos kisugárzás, és ez a mágikus vonzalom kettőtök között. És biztos lehetsz abban, hogy itt minden jóra fordul. És ez volt az általános szerelmi jóslás, az ő szív üzenete, de megvan arra is a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kivetést, akkor az személyes, a díjam az 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!